Sziasztok, ez itt újra a Játékok a polcról. A mai adásban a Monster Fighters-es LEGO tematikát fogom folytatni, mégpedig a 9466-os Crazy Scientist and His Monster nevezetű készlettel. Na most ez egy nem annyira kicsike kis készlet, úgyhogy némiképpen majd figuráznom is kell itt a felvétellel. De előjáróban annyit mindenképpen elmondanék, hogy ez egy 430 elemből álló készlet, ami úgy nagyjából méretileg és elemszámilag is a Monster Fighters készleteknek a közép mezőnyében foglal helyet, tehát vannak azért nála jóval nagyobbak is, de összességében azért a kicsik közé sem lehetne sorolni, tehát valahol a közepes szintnek a felső taktusában foglal helyet. 430 elemből áll, 4 figurát adtak hozzá, ezek közül 2 egészen remek, 2 figura az olyan, hogy kicsit töltelék, tehát több készletben is hozzá lehetett jutni. És 2012. júniusában adták ki ezt a kis cuccost, ami hát a többi Monster Fighters készletekhez képest egy kicsit későbbi időpont volt. Igazából csúszott ez a készlet valamiért, nem lehet tudni, hogy miért, de hogyha tippelnem kéne, akkor a figurával való variálás az mindenképpen közrejátszhatott benne, de ezt majd egy kicsit bővebben talán kifejtem majd inkább a figuráknál. Most a névvel kapcsolatosan rögtön feltűnhet, hogy Crazy Scientist and His Monster. Ugye Monster alatt gyakorlatilag őt értjük, aki hát nem más, mint Frankenstein. De ugye ez a név, gondolom én, hogy Frankenstein, ez biztos jogvédett elnevezés, vagy jogvédett tartalom. Gondolom én, hogy a figurára is vonatkozik valamilyen ilyen jogvédelem, emiatt a LEGO, gondolom én, nem szeretett volna jogdíjat fizetni az eredeti jogtulajdonosnak, úgyhogy igazából konzekvensen csak Monsternek van hívva szegény kis Frankenstein. Nagyjából hasonló lehetett az ok, amiért a Lord Vampire-nek is a neve az Y-nal van írva, a Vampire, tehát gondolom én, hogy így egy kicsit a jogdíj fizetési kötelezettséget, vagy az esetleges pereket akarhatta megelőzni a LEGO. Gondolom én a Universal-lal, de nem vagyok benne biztos, hogy a Frankenstein karakter az a Universal-nak a tulajdona. Na most a történet az ott folytatódik, ugye, mint minden Monster Fighters készlet esetében. Ez a készlet is több részből áll, és ez a készlet is egy történetet akar nekünk elmondani. Na most hát itt most ezt csak úgy megmutatom, majd ráközelítünk egy kicsit jobban később. Van egy központi objektumunk, ami hát ennek az őrült tudósnak gyakorlatilag a laboratóriuma. Ez két nagyobb épületből áll, amelyet összeköt egy ilyen kisebb falszerű rész. Van egy ilyen tömlöc jellegű épület, és egy ilyen torony, ami gyakorlatilag ezt a gépet működteti. Egy gépet, aminek a segítségével az őrült tudós fel akarja kelteni a Frankenstein. Na most ezt az épületet rohamozza meg az emberi oldal két tagja, Rodney Redbone és Major Quinton Steele, egy nagyon jó kis ilyen szörnyodász mobil segítségével, ami hát leginkább minket egy ilyen Citroen kacsára emlékeztethet. Tehát ez is így több részből áll, mint emlékezhettek múltkor, a Werewolf is egy ilyen cucc volt, és itt is ez is egy ilyen diorámaszerű épületes készlet, ami mellé azért valamiféle járgányt is adtak. Na most a történet az nagyjából az, hogy amint már említettem, a Lord Vampire ugye össze akarja gyűjteni ezeket a Moonstone-okat, és ezek segítségével el akarja sötétíteni a napot, viszont ezek a Moonstone-ok nem az ő tulajdonát képezik úgy összességében, hanem minden Moonstone valami más szörnyél van. Na most jelen esetben a Thunder nevezetű Moonstone, ami itt van fönt, az az őrült tudósnak a tulajdona, ezt használja a kísérletei végrehajtásához, és ennek a Thunder Moonstone-nak a segítségével, hát ugye itt a villám, illetve az elektromosság erejével próbálja a szörnyetegét életre kelteni. Most az emberi oldal ezt úgy próbálja ugye megakadályozni, hogy még mielőtt Lord Vampire-höz kerülnének ezek a kövek, ők ugye hát kvázi megtámadják ezeknek a szörnyeknek a élőhelyét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, és akkor megpróbálják megszerezni ezt a Moonstone-t. Tehát a kocsi megrohamozza az épületet. Maga a készlet az szerintem nagyon-nagyon jól sikerült.
Változatos elemekből áll, nagyon aprólékos, pici elemekből áll, de ezt majd akkor mindjárt megnézzük egy kicsit közelebbről is. És itt található a központi épületünk, ugye, ami, amint említettem, három részből áll. Igazság szerint az elemeknek a többségét azért ennek a megépítésére kell fordítani. Meglehetősen összetett konstrukció, nagyon picike, aprólékos elemekből épül föl, és gyakorlatilag minden apró része tud valami kunstot, vagy rendelkezik valami olyan apró részlettel, ami izgalmassá teszi igazából véve az egészet. Önmagában az egyes részeket szemlélve azért nem olyan jó a helyzet, hogy így mondanám, tehát az egész ad ki, tehát a három ad ki egy olyan egységet, ami így egységében szemlélve néz ki nagyon jól, de például ez a tömlöc részítő magában azért nem rejt olyan nagyon sok izgalmat. Gyakorlatilag ugye egy ilyen nyitható tömlöc ajtó van, és bent van egy ilyen börtöncella rész, ahol hát a doboz hátulján lévő képregény szerint oda gyakorlatilag Rodney Redbone-t lehet betenni, és onnan igyekszik kiszabadítani őt Major Quinton Steele. Na most az épületnek a tetején van egy ilyen apró kis katapult, amint hát simán kézi erővel lehet gyakorlatilag irányítani, és láthatjátok ugye itt ezeket a lövedékeket, amit hát ki tud vetni magából. Az épület oldalán látható egy pók, ami hát ilyen fehér színű és foszforeszkál a sötétben gyakorlatilag, illetve hát az előterében hogy ugyanilyen patkány is látható, illetve egy kis béka. Tehát ilyen nagyon apró kis részletek vannak itt, és ezektől lesz az egész olyan igazán érdekes. Érdekes még az épületnek a hátsó része is, ami hát egy ilyen marha egyszerű fal igazából, de ez a fal, ez gyakorlatilag egy ilyen láncos résszel rendelkezik, és ezt a láncos részt, hogyha rákötjük az autó hátulján található ilyen kampóra, akkor gyakorlatilag ezt a falat ezt ki lehet rántani, ki lehet robbantani, és akkor ezzel kiszabadítjuk a Rodney Redbone-t a cellájából. Az épület középső része az nekem a személyes kedvencem. Ugye gyakorlatilag ez egy ilyen kis leomlott fal, mindenféle aprócska kis részlettel. Láthatjátok, hogy itt ilyen sötétben foszforeszkáló csont van az egyik pöckön, ugye szerszám, pókháló, ugye látható egy kis mikroszkóp is, illetve hát egy dunsztos üvegben egy szintén sötétben foszforeszkáló koponyát találunk, ami alatt egy ilyen nyomásmérő is van, úgyhogy az egész nagyon részletes, tehát abszolút illik ebbe az ilyen horroros attitűdbe az egész. Az üvegek is ott vannak a mindenféle színes folyadékkal, úgyhogy abszolút hihető erről, hogy ez az őrült tudósnak gyakorlatilag a laborja. És akkor nézzük meg a lényegi részt, ezt a középsőt, amit hát elég nehéz egyben levideózni, de ez gyakorlatilag egy ilyen torony, amint látjátok. Egy torony, aminek a tetején foglal helyet a Moonstone, és hát gyakorlatilag ez a Moonstone működteti az egész szerkezetet. Látható, hogy itt ugye ilyen nagy elektromos villámok is vannak, illetve hát az egésznek a lelke középen egy ilyen tengelyes szerkezet, ami működteti az elektronikus funkciót. Ugye ez a készlet ez rendelkezik elektromos funkcióval, mégpedig világítani tud, hál' Istennek. A világítás az gyakorlatilag tényleg a lelke az egésznek. Egy elemmel működő világító kocka van gyakorlatilag betéve, és ezt a világítást vezeti ki gyakorlatilag ilyen lézerszerűen ez az áttetsző elem a szerencsétlen Frankensteinünknek a fejébe. Akit egy ilyen fogaskerekes szerkezettel lehet gyakorlatilag oda tolni a szerkezet elé, és akkor így az őrült tudós ez így ide tolja a fejéhez. Elcsavarjuk a Moonstone-t itt fönt. Lekapcsoljuk a villanyt. És akkor láthatjuk, hogy ez így működik. És akkor így kapja az elektromosságot a búrája a szerencsétlennek. Na most elvileg ugye nem csak a Moonstone-nak az elforgatásával lehet ezt előidézni, hanem az épület hátulján is van egy fogaskerék, és akkor annak a megtekerésével is ugyanezt a funkciót elő lehet hívni. Nagyon jó kis dolog, tehát igazából én mindig is szerettem az ilyen elektronikus funkciókat.
Biztos vagyok benne, hogy gyakorlatilag ez adta el ezt a készletet, de hát lehetett volna még talán egy picit többet is belepakolni, vagy egy erősebb elemet, de azért ez így is abszolút megteszi. Láthatjátok, hogy itt ugye ezt egy ilyen tengelyes szerkezet működteti két ilyen kerékkel. Gyakorlatilag itt egy kicsit meg lehet csúszni az építéssel is, nem annyira acélos ennek a toronyrésznek a felépítése, főleg ezeknek a lapos ilyen tetőelemeknek a behelyezésénél volt nekem gondom. Gyakorlatilag ott hajlamos az egész szerkezet szétpattanni a fenébe, egyszer sajnos belefutottam én is, de igazából nem volt vészes, tehát abszolút kezelni lehet. A figura is teljesen illik ide, tehát igazából ez az egész teljesen jól megidézi ezt a jelenetet, amit itt elképzelünk, tehát a Frankenstein ébredését. A készlet másik fontos része ugye a kocsi, ami hát igazából véve mondom egy Citroen kacsa-szerű járgány, abszolút egy ilyen jó kis szörnyvadász járgány, a tetején egy ilyen radar cannon-szerű valamivel, illetve van egy ilyen állítgatható rakétavető is benne, és van az oldalán is egy ilyen csúsztatható rakétakilövős rész, úgyhogy az egész igazából nagyon vagány, nagyon játszható is, nagyon jó pörögnek a kerekei, egyben van tényleg az egész, meg stabil, úgyhogy játékra ez abszolút alkalmas, és teljesen jó ez az egész így egyben, tehát hogy így van a kocsi, meg van ugye ez az egész diorámás szerkezet, és el tudom képzelni, hogy a gyerek tök jól eljátszik vele, igazából én is tök szívesen eljátszanék vele. Na de térjünk vissza a normál nézetbe. Na, gondolom már rettenetesen hiányzott a pofám. Hát most kénytelen voltam ugye ezt a technikai megoldást alkalmazni, hogy itt kameranézetet váltok, mert ezt az épületet ezt azért kellemetlen lett volna itt emelgetni, meg nem is lett volna túl szemléletes. Remélem nagyon nem csináltam gagyi. No, építési élményről akartam még beszélni, mert ez a készlet azért abszolút rendelkezik építési élménnyel. Nem 5 perc alatt lehet összerakni, tehát egy picit bonyolultabb, mint amiket idáig mutattam nektek, de nem olyan idegesítő módon, mint mondjuk a Werewolfos készlet. Ennek teljesen tényleg élmény volt az egésznek a felépítése, és igazából el tudtam volna még képzelni azt is, hogy ez az egész sokkal nagyobb, meg több elemből áll. Úgyhogy mindenképpen elégedett vagyok vele, egy bő órát azért elszöszölgettem vele. Jó közben biztos csináltam mást is, de úgy igazából véve azért lefoglalt a készlet, meg lekötött, meg élményt adott, és igazából ez az egésznek a lényege. A színek, amint láttátok, hát főként azért szürke, sötét és világos szürke elemekből áll, illetve fekete elemből áll, de azért a barna is tiszteletét teszi, illetve hát a kocsi az meg ugye ebbe a gyönyörű szép babakék színben mutatkozik, ami hát szintén ráerősít arra, hogy ez egy kicsit ilyen Citroen kacsaszerű megjelenéssel bír. Amint azt mondtam, abszolút játszható készletnek tartom, ugyanakkor impozánsnak is, tehát annak ellenére, hogy ezekért az épületes készletekért nem szoktam rajongani, kirakva a polcra mutatós. Nem olyan nagyon, de azért észre lehet venni. És ezen a mutatóságon ez az elektronikus világító funkció, ez csak valamennyit még dob. Na, nézzük meg a dobozt is, ami hát baromi nagy, kérem szépen. Tehát jó, a készlet se kicsi, meg elég sok elemből állt. Beterítette az egész tárcámat az alkatrészekkel, gyakorlatilag pedig mondom csak 430-ból áll, tehát az annyira nem sok, de azért nagy terjedelmű volt ez így az egész, úgyhogy kellett neki egy nagy, ám bár vékony doboz, ami megint csak egy nagyon mozgalmas jelenetet ábrázol, amint Rodney meg Major Quinton Steele megrohamozza ugye az őrült tudóst éppen abban a pillanatban, amikor Frankensteint vagy a monstert próbálja életre kelteni a Thunder Moonstone segítségével. 8 és 14 év közöttieknek ajánlja a gyártó, ami teljes egészében megfelel a valóságnak. Nagyon 8 évnél kisebb gyereknek azért nem adnám, mert tényleg van benne egy-két picit bonyolultabb szerkezet, illetve nagyon aprócska elemek is. A doboz hátoldala hát ugye középen mutatja a készletet teljes valójában. Láthatjuk megint a kis képregényt, amiről már a múltkor beszéltem, illetve gyakorlatilag körbe van tapétázva a doboznak az oldala
a kunstoknak a részletes képes bemutatásával, ami hát kitölti gyakorlatilag az egészet. Tehát amint láttátok, igazából ezen a készleten majdnem minden mozog, vagy lő, vagy mozgatható, és apró részleteknek a tömkelegei vannak, úgyhogy mindenképpen szükséges volt ezeket hátsó kis képeken is bemutatni. Az összerakási útmutató az két példányos. Az első példányból lehet megépíteni a kocsi részt, a másodikból pedig az épületrészt, értelemszerűen ez a vastagabb. Ugye nagyméretű, vékony lapos kivitel, és igazából hibát abszolút nem találtam benne, elég informatív. Ugyanaz jelentkezik itt is, ami egy-kettő másiknál már említve lett, hogy néha nem teljesen jó szögben mutatja azért a megépítendő terepet, úgyhogy azért egy-egy hely van, ahol minimálisan azért el lehet csúszni. Nézzük a figurákat is, mert valamilyen szinten mégiscsak a figura a lelke ennek a készletnek, ami ugye az elektronikus funkcióhoz kapcsolódik. Hát ugye Major Quinton Steele, ismerjük már, múltkor a Werewolfos készletben beszéltem róla pár szót, ez egy teljes mértékben ugyanaz a figura, ugyanaz a Jumanji-s vadász karakter, adok rá egy kis fényt, ugyanaz a Jumanji-s vadász karakter, úgyhogy ez igazából nem hordoz magában túl sok meglepetést. A másik ilyen emberi karakter az ugye Rodney Redbone, ővele is találkoztunk már a Vampire Hearst-ös készletben. Igazság szerint ugye ő nem járt volna ehhez a készlethez, mert a történet szerint ugye Jack McHammer, akivel ugye még nem találkoztunk, Jack McHammer az a karakter, akinek a Crazy Scientist a fő ellensége úgymond, tehát eredetileg úgy tervezték, hogy azt a karaktert adják a szethez, de valamiért ezt az utolsó pillanatban megváltoztatták, és bepótolták Rodney Redbone-nal. Nem lehet tudni igazából, hogy miért, meg hogy ezt miért érezték logikusnak, így most gyakorlatilag a legfőbb nemezisével a csóka nem tud összecsapni, és a Jack McHammert meg másik készletben meg kiadták, úgyhogy még csak az se, hogy akkor azt a figurát azt nem adták ki sehova, vagy törölték, vagy ilyesmi, mert másik készletben meg elérhető volt, úgyhogy nem lehet tudni, hogy miért volt ezzel variálás. A harmadik figuránk az a Crazy Scientist, ami egy nagyon jó figura, tehát nekem nagyon-nagyon tetszik. Ő csak ebben a készletben volt elérhető, semmelyik másikban nem, és egy ilyen fekete lábbal rendelkezik, meg egy ilyen nagyon jó kis nyomtatott felsőtesttel, amint látjátok, ilyen laboros ruhában van, és ugye olló, meg kémcső, meg ilyenek vannak ráfestve, teljesen karakterazonos gyakorlatilag, itt a hátul is ilyen fogó, meg mindenféle olyan cucc van rajta, ami egy őrült tudósnak elengedhetetlen. Ugye, hát a sztereotípiát még erősíti gyakorlatilag a feje is, ami egy ilyen kicsi bajusszal és egy ilyen nagy heggesztő szemüvegben ábrázolja a karaktert, és jár hozzá még egy ilyen nagy songokú hajszerkezet, ami hát szintén egy ilyen meglehetősen sztereotíp megjelenés, hiszen az ilyen őrült tudósokat a filmekben is úgy szokták ábrázolni, hogy nagy kazal haj, meg idióta szemüveg, meg ilyesmi, úgyhogy teljesen sikerült egy tökéletesen ilyen figurát csinálni. A haj elem az ilyen kicsit lágyabb gumiból van, teljesen jól illeszkedik a fejére, jó a színei, és engem mondom, egy picikét Songokura emlékeztet, de nem vészes módon. Annak ellenére, hogy csak ebbe az egy készletbe jelent meg ez a figura, azért nagyon ritkának vagy drágának nem mondható, olyan nagyjából maximum 1000 forintért be lehet szerezni. És akkor a lényeg ugye ez a Frankenstein vagy a Monster karakter, ami hát szintén egy teljesen tipikus Frankenstein megjelenést hordoz magában, a ilyen szakadt ruhával, barna felsőtesttel és egy ilyen hát zombiszerű fejszerkezettel. Hát nem tudom mennyire látszik, mert elég sötét van, de egy ilyen fogatlan, egyben egy szemöldökű, bambaképű zombi feje van neki, amit hát teljessé tesz ez a hát sapkaként rárakható ilyen Frankenstein hajszerkezet, amitől megkapja azt a tipikus kocka fejét, ami ugye Frankensteinnek az általános megjelenéséhez hozzátartozik. Érdekes, hogy itt már nem összenőtt a szemöldök, ezen jót nevettem, amikor építettem az egészet. Jó kis figura, nekem így tetszik, úgy illik az egészbe, illik ebbe a
ebbe a gépbe is, tehát tényleg tök jó az egész. A figura az szintén egyedi, tehát ez a Frankenstein, vagy ez a Monster, az csak ebben a készletben volt elérhető, annak ellenére, hogy azt hiszem, hogy a Monsteres gyűjthető minifigura sorozatban jelent meg egy hasonló, de az nem teljesen ugyanez volt. Ennek ellenére ez sem egy olyan nagyon drága darab, be lehet szerezni a másodlagos piacon, olyan nagyjából 1500 forint környékén, hogyha valaki csak minifigurát gyűjt, akkor szerintem érdemes beszerezni, mert tök jó pofa. Ahogy szerintem érdemes beszerezni ezt az egész készletet, mert a mérete megfelelő, jó építési élményt ad, kellőképpen aprólékos, izgalmas részletekkel rendelkezik, vannak rajta foszforeszkáló elemek, mozgó elemek, elektronikus elem, tehát tényleg nagyon sok mindent tud ez a kis cucc, és azért a polcra kitéve sem néz ki annyira rosszul, főleg mondjuk a többi Monster Fighters-es cucc mellett, tehát el tudom képzelni, hogy mondjuk a Haunted House meg a Vampir Kastély mellett is teljesen megállja a helyét kinézetileg, mondjuk annyira nem, de mondjuk úgy, hogy azért ez is mutatós a méretéhez képest mindenképpen játszható is, jól berendezi a terepet nekünk, és ugyanakkor a kocsi az nagyon jó masszív, tehát azzal biztos, hogy nagyon jól tud játszani a gyerek, de nem esik azért igazából szét az épület se, hát ezen ugye vannak olyan darabkák, meg antenna, meg villám, meg tűzelemek, meg minden ilyesmi, ami azért egy kicsit sérülékenyebb, illetve mondom, ez a torony, ez hajlamos arra, hogy egy kicsit így szétpattanjon. Úgyhogy akinek tetszett, mindenképpen szerezze be, nem is olyan vészesen drága. Ugye, hát mivel 2012-es készletről van szó, ezért nem lehet csak úgy megvenni a boltba, tehát másodlagos piacon kell keresgélni, Vaterán, eBay-en, Bricklink-en vagy Facebook csoportokba. Nagyjából a bontott, de teljes ára az olyan 12 000 forint körül szokott mozogni, bontatlanul pedig egy olyan jó 17-18 000 forintba fáj, ami hát nem kevés, de azért olyan nagyon soknak sem mondanám, ennek a készletnek az eredeti ára ez 50 dollár volt, amivel hát egy picit drágább volt, mint azok a készletek, mint amiket idáig mutattam. Megérte, meg nyilvánvalóan magasabb áron kellett ezt egy kicsit adni, mint a többit az elektronikus dolgok miatt, meg az aprólékosság miatt. Én azt mondom egyébként, hogy a 12 ezret azt mindenképpen megéri, bontottan, de teljes állapotában. A 18 ezret, hát azt most csak tényleg akkor, hogyha valakinek kifejezetten csak a bontatlanra fáj a foga. Bontatlanul is biztos jól néz ki, mert szerintem ez a doboz azért elég frankó, bár ugye baromi sok helyet foglal, tehát az is hozzá tartozik. Úgyhogy nem olyan nagyon drága, egy kicsit mondom a kezdő árától azért feljebb mozdult ez is, meg ugye más Monster Fighters cuccok is vannak, amik ugye manapság már többbe kerülnek, mint újkorukban. Ez általános, ilyen van, bizonyos LEGO készletek olcsóbbak lesznek, bizonyos LEGO készletek meg megdrágulnak, ezek azért olyan mérsékelt módon drágultak meg. No, hát ez lett volna a Crazy Scientist and His Monster készlet a Monster Fighter sorozatból. Nem lett ez annyira hosszú videó, mint amiket szoktam csinálni, de szerintem azért nagyjából mindent elmondtam. Kicsit kényelmetlen volt ez a külső nézetes dolog, de végül is egyszer belefér, majd elmondjátok, hogy mennyire volt tré, vagy mennyire nem. Köszönöm, hogy ma is velem voltatok, hogyha tetszett, akkor mindenképpen lájkoljátok ezt a videót, meg osszátok meg mondjátok el kommentben a véleményeteket, tartsatok velem a Játékok a polcról Facebook oldalon is, és a játékokapolcról.blog.hu-n is. Jövő héten ugyanebben az időpontban fogok jelentkezni, szerintem megint Star Wars figurákkal, mégpedig Last Jedi-os figurákkal, a Battle of Crait 4-es pakkot fogom nektek akkor majd megmutatni, és tartsatok velem akkor is. Mindenkinek szép estét kívánok, sziasztok!